Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Léva Ildikó. Én pedig Szőnyi László Gyula. Jó barátok vagyunk. A jó barátokról fogunk beszélgetni. David Crane, Martha Kaufman, Kevin Bright, 1994-2004. Szabi, van első mondatod? Életed azon korszaka, amelyben minden lehetséges, és a jövő egy nagy-nagy kérdőjel. 6-20 éves megkísérel párt és hivatást találni a nagyvárosban, és jó barátaik lesznek a családjuk. 6 különféle 20 éves fiatal, 3 fiú és 3 lány, egy szakács, paleontológus... Őslénytanász. Jaj, de jó. Zenész masször, az egy ember. Reménybeli színész, divat szakmára áhítozó pincérnő, egy multinímond adatrögzítő, vagy nem is tudom, mit csinál. Adatelemző szerintem. Oké. Összeköltözik New Yorkban, hogy egymás társaságában vágjon neki a munkának, sikernek, párkapcsolatnak, életnek, illetve talán mégsem vágva neki annak, csak lébecolva, ugrándozva a gyermekség és a felnőttség közti hídon, együtt nevetve és sírva, cikizve és segítve egymást, és közben jó sok minden kiderül számukra, és talán számunkra is, vagy csak elment 236x22 perc, egyelő 90 óra az életünkből. Ez egy nemzedékek kérdés ez a film, mert egy nemzedékről szól, de nemzedékek nézik. És most, hogy így emlegetted a 90 óra, a mai nemzedék, tudomásom szerint, mai 20 évesek úgy néznek sorozatokat, hogy leülnek, és megnézik azt a 90 részt. Binge-watching. 90 órát 10 nap alatt le lehet. Ha nem csinálsz semmivel. De mi lenne, hogyha inkább a Háború és békét olvasnánk el ebben a 90 órában? A sitcom... Abban is van 4 részes szovjet sorozat. Uh-huh. Ja, tényleg. Ildikó, azért is hívtunk ide téged, mert te úgy tudom, hogy a szitkomok nagy szakértője vagy. Nagy öröm, hogy itt lehetek. Azt azért nem állítanám, hogy a szitkomok nagy szakértője vagyok, de valóban nézegettem ilyen különböző szitkomokat, és a jó barátokat is szerettem. Bár sosem voltam egy ilyen vallásos nézője, aki minden részt azonnal megnézett, de így az évek alatt gyakorlatilag minden részt láttam, hiszen annyi csatornán ismételték őket, hogy összeállt a történet. Ki hogyan néz? Ugye én mindegyik résznek csak a felét láttam, mert hogy ezt éjjel 11 hagyját. Percet. Így van, 11 percet a 22-ben. És abból is fele reklám volt. Igen, értem. Hát akkor mi vagyunk az abszolút jó elemzők. A második felik is jó epizódoknak? Általában ott van a punchline, a nagy poén. Én úgy tudom, hogy orvosok szokták felírni a jó barátokat. Két közeli ismerősöm is volt, aki ezzel lett túl lelki válságán. Nevetés jó, segít, ha fürdő a léleknek, ahogy mondják. De még a szitkom kapcsán, mi a ti kedvenc szitkomotok, a MASH vagy a Seinfeld? Ezek mind klasszikusak. Igen. És kapcsolódnak, illetve a MASH az nem kapcsolódik. Valamiért én megkockáztatom, hogy Magyarországon talán a jó barátok a legnépszerűbb szitkom. Csóválod a fejed, Ildikó, hát, esetleg az Így jártam anyátokkal? Az Így jártam anyátokkal, illetve a Két pali és egy kicsi. Az nagyon népszerű még Magyarországon. Ami még nagyon népszerű egyébként, az a Szomszédok. Igaz, hogy az nem teljesen szitkom, de nagyon jókat lehet rajta nevetni. De nagyon jókat lehet rajta nevetni, és én inkább azért is hoztam be a Szomszédokat, mert hogy amikor az ember ilyen nagy élethelyzetbe kerül, hogy kit hívjon el, szalagavatóra, diplomaosztóra, esküvőre, vagy temetésemre, akkor kiket hívhatok el? Egy, nyilván a rokonokat, akkor vannak a barátok, és hát a Szomszédok. És milyen jellemző, hogy Magyarországon a Szomszédokból csináltunk nagy sikerű alkotást. De ha az ember többször házasodik, vannak ilyen ismerőseim, akkor általában már szégyelled másodszor elhívni azokat, akik az elsőn is ott voltak. De hogyha még egyszer elhívod őket, akkor legalább összevetik, és mondják, hogy ez sokkal jobb volt. Igen, meg a nő is sokkal jobb. Most, hogy így mondod, Magyarország ugye a másik kvázi szitkom jellegű sorozat, ami nagy siker volt, ugye a Barátok közt, ami szintén egy lakóközösség életét dolgozta fel. De jó.
De most nem, az akkor ez igazából nem barátok, hanem azok inkább akkor, tehát szomszédok. Ak szomszédok voltak. Akkor mi ehhez ragaszkodunk, ez egy magyar... Ajánlom a, magyar az amerikai ismerősödnek, hogy ha a magyar néplelket akarja megismerni, akkor inkább a szomszédokat és a barátok köztet nézze, és ne a szürkületet. Most zavarba értem, mert én igazából a barátok közből készültem. Aha. Na, jó barátokról beszéltünk. Nem, csak meg szerettem volna kérdezni, hogy ti hány szomszédotokkal szoktatok rendszeresen beszélni, ha már itt tartunk? Szerintem 0 és 0,1. Nekem volt 10. egyszer, jó, ez egy nagyon elgondolkodható kérdés, amikor lakóparkba költöztünk, akkor ott senki nem ismerte egymást, ez 2007-2008-ban volt, és hasonló életsorsú emberek voltak, mint itt a jó barátokban, és gyakorlatilag elkezdtünk együtt bulizni, nem csak ismerkedni, hanem nyaralni, meg még tánciskola is volt a lakópark adott házának, épületének a garázsában. Ez egy izgalmas történet. Jó, oké, de én azért a kollégiumot behoznám. Én udvaroltam leányzónak, innen is szeretett üldözőjük, aki nem csak kollégiumban lakott, Anikó, hanem koedukált szobában is lakott, tehát két fiatalemberrel lakott egy szobában, pontosan úgy, mint a mi hőseink, és azért a kollégiumnak megvan ez a szomszéd hangulata, tehát bementek egymás nappaliába, és ott vidáman elvagytok. Én is nagyon örültem a két fiú szobatársára. A sorozatban alapvetően nem koedukáltak ezek a lakások. Tehát van a két lány, és van ugye a két fiú, akik szembe laknak egymással. Csak miután ugye kialakul egy pár, ott kell felcserélni, mert gondolom új díszletet nem akartak építeni, így egy kicsikét átszervezték a lakóközösségeket. Az egy fenden alapul ez a sorozat, 89 és 98 között ment. Voltak olyan forgatókönyvek, amelyeket az Einfernből kiselejteztek, és beadták ide, és itt átírva leforgatták. Illetve még arra is rájöttem, akkor Nagy Pál sötét elmondata, hogy ez az X nemzedéknek a filmje, amit most elemzünk, a jó barátok, az Így jártam anyátokkal, egyszer beszélnünk kéne róla, azt én még jobban ismerem, mint ezt, és jobban is szeretem egyébként, 2005 és 2014 között, az meg az Y nemzedéknek a filmje. Ugye az X nemzedék 65 és 80 között születettek, az Y meg, vagy millenáloknak is hívják őket, 81 és 96 között született. Tehát adva van három derék New York-i vagy a környékből származó, Philadelphiából származó filmes csóka és csaj. Szakember. Kevin Bright, David Crane és... Marta Kaufman. Az én szerelmem. Tök ilyen magyaros arca van a fiatalkori képeken, abszolút itt is el tudnánk képzelni, hogy Budapesten. Hódmezővásárhelyre. És akkor megálmodják ezt a valamit. Mikor kezdik? A finálé az majd 2004-ben lesz, de 93-94-ben kezdenek el dolgozni. Ugye Insomnia Café az eredeti munkacím. Cameron Crowe panaszkodott, hogy az ő facérok című 92-es egésztesi egyébként a Szigli az a facér a magyar fordítása. Na, hogy az, egyszer beszélünk én erről a filmről, hogy azt használták fel, ott ugyanis hat barát a nagyvárosban boldogul. És sosem jutott eszedbe, hogy a jó barátok ezen alapulnak. Még fiatal voltam akkor. Na, és akkor 1000 színészt gyűjtenek be. Facér, kacér, pucér, van egy ilyen folyamat. Nem tudtam, de jó, ez most álltad ki? Nem, hanem ezt fölírtam. Akkor itt nem lesz effekt. Tápájába. Jó, tehát 1000 jelentkező, 75 meghallgatás. Úgy tudom, hogy a David Schwimmer, ő volt az első színész, akiben biztosak voltak, és aztán megvan ez a hat ember. Egy kis fejtörést okoz nekik, hogy biztos, hogy a Joey által, várja, ki a Matt LeBlanc. Igen. Színész és Joey Tribbiani a karakter. Igen, köszi. És hogy ő például nem annyira passzol az eredeti forgatókönyvbeli figurához, és akkor kicsit hozzáigazítják, tehát hogy átalakítják. Vagy például Mónikának a neurózisai, azok annyira hát csodálatosak, hogy akkor azokat is jobban felhasználják, mert annyira jól adja a színésznő. A Mónikát játszó színésznőt eredetleg Rachelnek választották ki. Így utólag teljesen elképzelhetetlen egyébként. Minden tehát kellett variálni. Ildi, melyik áll a hat közül hozzád a legközelebb? Mónika. Személyiségemnél. Meglepett ez a válasz. Perfekcionizmus. Szeret főzni. Van egy kis OCD-je. Ikreket fogad örökbe. Na várjunk, engem még itt nagyon izgat a csapat. Mondják róluk, hogy az első igazi ilyen csapatshow.
és például közös bértárgyalásaik vannak. Ők egyenlőnek tekintik magukat, ez csodálatos, és a forgatókönyvírók is így bánnak velük, és valóban a címlapokon is együtt szeretnek szerepelni, meg a bérőket is összeállnak. Ez a koncepció része volt, hogy nincs egy kiemelkedő főszereplő, aki köré rendezik a történeteket, hanem ők mind a hatan. Bár egyébként a hat karakter közül is van olyan, aki egy kevésbé lényeges történetszálat visz. Van egy kérdésem. Joy. Vagy Phoebe és Joy. Aha. Nekem az lett volna itt egy kérdésem, hogy kibe szerettünk bele. Ha már ez így elhangzott, szerintem én azt gondolom, hogy egy csaj számára egyértelmű a választás, nem? Tehát Chandlerben, nem? Egyébként most így utólag visszanézve nehéz. Joy, mert a mai, nem. Hát ugye... a mai felfogás szerint David Swimmer-t hogy is hívták? Rossz. Rossz, eléggé rossz barát, illetve eléggé toxikus karakter, tehát most már nem választanám őt. Hát Joey ő nem túl okos, tehát marad Chandler, de egyébként Chandlernek tényleg... De ő az alfahím, nem kicsit időnként nyámnyila? Nem alfahím. Az alfahím, az Joey testesíti meg ezt az alfahím karaktereket. De csak testileg? Testileg meg, illetve viselkedésben. Chandler inkább ezt a modern ikont, hogy egy nagyon humoros, nagyon értelmes, jó baráttárs. Szabi, bocsánat, te melyik csajba szerettél vele? Jó, de itt emlékezünk meg Matthew Perryről. Igen. Aki a héten hagyott itt bennünket. Igen. Már az örök vadászmezőkön, az örök nagy nappaliban várja a barátait. Nyilván Jennifer Aniston az, aki önállóan is befut karriert. Jó, de hogy egy ilyen kis, nem akarok csúnya szót mondani. Szerettél bele? A kérdés az volt, hogy kibe szerettél bele? Nekem egyébként így a Phoebe lenne, aki a legizgalmasabb, csak ő annyira őrült, hogy azért félünk tőle. De azért szerintem a humora is neki a legjobb. A Mónikától félünk, szerintem férfiként. Ő azért elég hamar elnyomna bennünket. Igen. A Rachel meg jó szórakozta. Örülünk, hogy megismertük, de azért ezt nem nézzük ki belőle. Én azért olyan nagyon egyik férfival se ismertem magamra, és egyik nőt sem ismertem föl párként. Uh-huh. Akkor beszéltünk erről is, tehát ugye mi itt Magyarországon élünk, gyönyörű ország, Közép-Európa. És hát 94-től 2004-ig forgatják, én nem akkor láttam ezt a sorozatot, tehát én nem a 20-as éveimben láttam ezt a sorozatot, én a 30-as meg a 40-es éveimben láttam ezt a sorozatot, itt tök más földrészen, nagyon más értékrenddel, és az én egész országom kisebb, mint az a város, ahol forgatják ezt a filmet. Ha itt már áttértünk arra, hogy milyen élmények, tehát hogy hogyan néztük meg ezt a sorozatot, emlékszem, hogy amikor Magyarországra ez bejött, ugye csak egy fizetős csatornán lehetett ezt megtekinteni. Uh-huh. Tehát alapvetően csak azok látták az osztályban, akiknek ilyen csatornája volt. Ez egy ilyen kivételezett szituáció. A menők, pontosan. De ez rövid ideig tartott. Hát nagyon sokáig tartott, mert hogy csak a 2000-es években kezdték el a különböző kereskedelmi csatornáknak is eladni a közvetítési jogot, és akkor nézhettem meg én is az első részt egy olyan sorozatról, amiről csomó osztálytársam rengeteget beszélt. Jó, ez igaz. Ez igaz. Nekem ez például ez az érzés kapcsolódott hozzá, és hogy mit éreztem, amikor ugyan már egy kicsit régebbi stílusú szitkomot néztem Magyarországon, ugye egy teljesen más földrészen, más korban, más lelkiséggel, olyan volt, mintha egy ilyen amerikai álomvilágot néznék. Tehát számomra ezt képviselte egyébként. Egy ilyen habos-babos szitkom. Majd van egy becsapás a filmben, mert ekkora ilyen fizetéssel, mint ami a filmben kiderül róluk, hogy pincérnő, nem tudom, Central Perkben, ekkora lakást nem fogsz bérelni Manhattanben. Jó, de azt mondják, hogy azért is kellett ekkora lakás, hogy elférjenek a kamerák, hát, meg minden cucc. Még annyit szerettem volna mondani az írói folyamathoz, mert ez nekem egy óriási kérdés volt, hogy ennyi poént, ilyen jó sorozatot hogyan tudott ez a pár ember, hogy ott volt egy hétfős írói csapat is, és még ki tudja hányan voltak. És hetente egy epizódot le kellett forgatni, tehát hetente össze kellett hozni egy ilyen 22 perces, tényleg viccekkel feltöltött értelmes történetet. Azért az nem könnyű, ez egy nagyon fontos szám ez a 22 perc, hogy a reklám... csapdája. Reklámok még beférjenek abba a 30 percbe. Ennyi ideig tudunk koncentrálni. De hogy 6, ez is durva. Már aki, ugye én 4,5 percnél lesz. De hogy 6 órába telt egy ilyen 22 percnek a felvétele, ami elvileg akkor soknak számított, és a közönség előtt, igen, amit mondasz, tehát van egy külső rajongótábor, és van egy belső rajongótábor, a közönség, ugye Londonban is vannak adások, amikor a rossz ott házasodik egyet, a háromból az egyiket ott házasodja. 500-an ülnek benn. És ott 500-an
mondani. Ezt nem is értem, hogy főnek. Egyébként pedig, tehát ezek a bú, meg ú, meg hihi, ezek élőben vannak ott fölvéve. Van, amikor látszik is, hogy a mellékszereplő elneveti magát, van ilyen. Az, aki hátrébb van, az látszik, hogy kicsit kommunikál a közönsége. Egyébként ez számomra egy nagyon izgalmas, ennek a műfajnak egy nagyon izgalmas része, hogy ez olyan, mintha félszínházat csinálnának, hisz közönség előtt adnak elő. Bár nem csak egyszer csinálják meg, mert újra fel lehet venni, de mégsem olyan steril, mint mondjuk egy filmet. Zárójel, ez a negyedik fal áttörésének hívják a színház elméletben. De mit csináljunk a közönséggel 6 órán keresztül, és akkor mindenfajta humoristákat hoznak be, akik szórakoztatják közben őket. Na de engem de úgy érzik, hogy ki ne nevessék magukat, mert már nem jut nevetés a filmre. Na, és akkor egy fontos kérdéshez érkeztünk, mert eddig még nem jutottatok oda, úgyhogy én mi az idehozni. Élet értelme? Mi az élet értelme, illetve miért annyira népszerű a Jó barátok? Igen, ez a... Eleve ugye... Eleve sorozat. Tehát, hogy a... De milyen nosztalgia? De akkor nem volt még nosztalgia. Hát épp ezt mondtam, hogy amikor én elkezdtem a 2000-es évek, nem tudom, elején nézni, akkor már szinte nosztalgikus volt, hiszen 93-as epizódokat néztem. De egy nem létező világ iránt nosztalgia, tehát hogy nem jártunk Amerikában akkor. Pontosan, mi? Igen, egy kicsit ez az ismeret. Volt benne egy nosztalgia is, meg ez az ismeretlen álom. Van egy fontos háttér szerintem, hogy megjelennek a sorozatok, mint olyan, mint műfaj, és hogy már nem kell nekem moziba menni ezért, és mégsem a szomszédokat nézünk, hanem szépen otthon ledőlünk a kanapéra, bekuckózunk, nem is kell elköteleződnünk, de elfogunk, mégiscsak ez a 10 évad, ez nagyon brutális. Mi beköltözünk az ő nappaliukba, ők pedig beköltöznek a mi nappaliukba. És ez egy kicsit olyan ez a 22 perc, mint egy kis nasizás, nem? Elővesszük a patogató kukoricát, vagy Pár második tétele, ez viszálymentes, lazulásos helyzetvigyáték. Viszálymentes, lazulásos helyzetvigyáték. Ezt szerintem egy könyvben majd írjuk és bele. Sokáig gondolkodtam. Na de ez a viszálymentes, ez fontos, egyébként több forrásból szedtem össze. Ja, hogy nincs itt Andi anyús, meg igen, nem nincs gonosz. Tehát a film, ebben nincs gonosz ebben az egész sorozat. Ez a 6 ember, ez egyébként jó nincs emberek. Nincs benne Jockey Ewing. Így van, aki ott áskálódna. Egyébként le akarták fordítani az ellenségek, ugye Jó barátok, ellenségek címmel akartak, de mégsem gondolták, olyan jó ötletnek, nem vágtak bele a stúdió. És ez a lazulásos, tehát hol látjuk őket, éppen megváltják a világot, alkotnak, nem, dehogy is, hanem ülnek a kanapénnek zabálnak. Dolgozni is sose látjuk őket. Ez fontos, mert erről beszéljünk még, hogy mit nem látunk velük kapcsolatosan. Fiatalok, előttük az élet, barátok, mindenki mindenkit szeret, és akkor nyilván ez önmagában oda vonz bennünket. Ez a mennyország. Ez a mennyország. Ez az álom, így szerettünk volna élni. Tehát pont ez a nosztalgia rész, hogy együtt laknak, jó barátok, vannak benne szerelmek, és egyébként jó anyagi környezetben vannak, szemmel láthatóan nem halnak bele a munkába. Mónika egy szakács, és sosem fárad, sosem kell éjszakáznia, pedig ebben egy sikeres szakács. Igen. Minden este otthon van. Hogy? A 20-as éveink az akkor még azt hittük időszaka. Mi elhittük, hogy ez ilyen is lehet. Na, viszont ami tetszik benne sokaknak, hogy szoronganak, de hogy ők azért nevetnek ezeken a szorongásokon, igen, meg mi meg főleg. Ez a gyógyító ereje, az egyik. És mindenki szeretni való, de mindenkiben van valami béna, lásd, most nem tudtuk hirtelen az alfa hímet, meg az alfa nőt igen, megnevezni. Ezek nagyon jól megírt karakterek, hogy mindegyiket tudunk együtt érezni, vele érezni, nevetni rajta, de úgy nevetünk rajta, hogy nem kinevetjük. De ők azért kinevetik egymást. Valahol kinevetik, de szeretetteljesen, pont ahogy Szabolcs mondta, nincsen benne viszály, nincsen benne nagy gyűlölködés. A másik még az a humor, hogy milyen fajta humor jellemzi, mert hogy ha már szitkomról beszélünk, egyrészt azt figyeltem, olyan jó volt egyébként most újra belenézni egy-kettőbe, az egyik alapélményem, hogy bele tudtam újra helyezkedni, attól féltem, hogy nem fogok érteni semmit. És bármikor be lehet csatlakozni. De ez tök jó, ez fontos. Mosolyog a szemük, Chandlernek, Joynak, Rachelnek, Phoebenek, rossznak mondjuk talán sose. De hát ez a nevében is benne van. Ja, tényleg. Aztán itt effekt lesz. Szituációs humor, vicces helyzetek, félreértések. Szokták ezt, vagy ehhez kapcsolódóan káosz humorról is beszélni. Visszatérő móka. Jaj, de jó. Running például a Joynak az a híres, hogy ityeg, vagy hogy mondják ezt angolul? Hát magyarul, hogy van. How you doing? Egyébként tényleg így kell csajozni, hogy ityeg a fityeg. Ez hát, mindig bejön, állítólag. Igen. Aztán az abszurd humor Ildi, is. Illi boldogat. Boldogatok mindig bejön, de hát Joey-nak azért egyéb képességei is vannak, amik mindig bejönnek a csajozásnál, például a szemével ki tudja nyitni a melltartót. De hát melyik ők nem tudja. Abszurd humor, például elrontott esküvő,
a Rossnak az esküvője az Emilyvel, és véletlenül a Rachel nevét ejti ki. Igen, de intim pillanatokban nagyon kell figyelni, hogy melyik nőt ejtjük ki. Igen, és aztán jön az após, anyós a Emily, a feleség cuccaiért. És kellett volna írni a tenyerére, nem? Például. Emily, Emily, Emily. Vagy Emily homlokára. És akkor eleve ez, hogy elrontjuk, ezt is lehetne erről is beszélni, hogy ez micsoda, ez egy rémálom, nem? Tehát, hogy, és akkor emögött a rémálom mögött pedig egy ilyen hihetetlen ősi tapasztalás van, hogy ez sok millió ember nem mindig azt veszi el feleségül, akit legjobban szeretne, mert mondjuk azt nem lehet, nem akarja, nem illenek össze, a család nem engedi, nincs elég pénze, idegbeteg, stb. Ebben az esetben egyszerűen nem úgy jött ki a lépés, elmentek egymást mellett, nem egyszerre akar. Tehát itt nincsenek külső akadályok, igazából ők hozták össze. De ez is milyen jó. És ez akkor ez a félértések vígjátéka. Igen. Aha. Műfaj. Na aztán, és akkor átmegy utána az apus meg az anyós a cuccokért, és az anyós kikezd rosszal. You are delicious. Mondd inkább te. You are delicious. Kb. Így. A hangod is mélyebb. You are delicious. Na, aztán túljátszanak. Ez érdekes, hogy ez a vígjátékokra, komédiákra, vagy a komédia 1000 éves hagyományára építő túljátszás. 2000 éves. Igen, de olykor meg tompítanak. Az is vicc. Aztán a szóviccek, amik magyarul kevésbé jönnek át. De ti ezért ezeket fogtátok. Illetve rengeteg egymáson élszerődés van, tehát a humornak az egyik alapja egyébként valóban az egymás kinevetése, finoman kinevetése. Uh-huh. És hogy nem sértődnek meg, és eltelik 2 másodperc, mintha mi sem történt. Meg nem is reagálnak, mi azért biztos, hogy káromkodnánk hát ezek után. Hát sőt, hetekig rágondolgat, hogy miért mondták ezt rám. Sosem humorizálnak a háború és békén. Vagy a szókimondás, kimondják azt, amit sokan gondolnának, de senki sem mondaná ki, amikor megkérik a Fibit az elejé, hogy segítsen már a bútorok összeszerelésében, akkor az a válasz, hogy bárcsak tudnék, de nem akarok. A humorelemzés után egy másik fontos téma, az a, hát PC-nek is nevezhetjük, vagy nevezhetjük családmodellnek is, erről nektek is lesz véleményetek. Nem lesz. Ugye az egyenlőségből a demokrácia következik, megfordítva demokráciából az egyenlőség. Van benne egy ilyen tolerancia, elfogadás vonal is, és az írók minden megtesznek azért, hogy a hagyományos családmodell, tehát egy férfi, egy nő összeházasodnak, elveszti a szülőség, gyermeket vállalnak, és ebben a sorrendben összeköltöznek egy házasság után, na, hogy ez ne legyen ebben a filmben, ilyen egyetlen egyet sem látunk ilyet, hanem mindennek az ellenkezőjét látjuk, mint egy toleranciára nevelve, a dajkonyaság, meg a örökbefogadás, meg a egy éjszakás kaland után a gyermek szingliként, facérként fölvállalása, és közösen nevelése a szülőtárssal. De lehetséges, hogy ez nem egy ilyen propaganda szándék volt az ő szempontjukból, hanem szimplán reagáltak az akkori kor társadalmára, amerikai társadalmára, különösen a nagyvárosira. Uh-huh. Így van. És itt tehát, nemzedék nagyváros. Van ez a mondás, hogy amikor facér vagy, és a városban élsz, a barátaid a családod. Vagy ezt már mondtad? Nem? Igen. Jó. De pontosan erre építik. Ugyanakkor, jó, de olyan jó lenne egyébként, kicsit több időnk lenne, és utána gondolni, például a béranyaságnak, hogy ebben az esetben, ahogy itt zajlik, hogy Fibi a tesójának, vagy kinek? Igen, a testvérének. Az teljesen megszívlendő, de amikor gazdag amerikai emberek ukrán meg indiai nőket használnak, zsigerelnek ki, erről volt jó vitánk a Szabival, és nem nekem volt akkor igazam. Melyik nemzetet zsigereljük ki, ezen mit igen, akkor ez abszolút vérlázító, ami zajlik. A prostitúciónak egy sokkal brutális módja. Csak annyi, hogy ez módja. Két külön szó, tehát a béranyaság, ha fizetnek érte, dajkonyaság, hogyha szeretetből vállalod, és Fibinél ez a helyzet. Igen. Egyébként ugye Mónika és Chandler is örökbefogadják az ikreket a végén, és ott is végül is, hát béranyaság most örökbefogadás vékony a mesdje, hiszen még a terhesség alatt felveszik a kapcsolatot és aláírják a papírokat. Az ott nagyon érdekes volt, hogy az írók nagyon finoman próbálták ezt a témát humorossá tenni, és a nehéz kérdéseket is nagyon jól kezelték ebben. A humoros segít az elfogadásban, igen. És akkor ebből árad egy gyógyító erő, hogy egy pillanatra gonosz Szabivá változom, mint a gonosz Tyúi, tudjátok, uh-huh. Akinek így villog, egyszer beszélnünk kéne róla. Tehát, hogy akár segíthetünk egy, igazad van Ildi, hogy reagál a társadalomra, de ugyanakkor alakítja is ezt a társadalmat. Igen. Tehát segíthetünk egy ilyen családromboló erőt. Tehát, hogy csak azért sem mutatunk nagyon
hagyományos családokat, hanem mindenki másfajta, alternatív módon lesz szerelmes, éli a nemi életét, és vállalja a gyerekeket, meg házasodik és válik. Annyit hozzátennék ehhez, hogy ugye ez most csak a Jó barátok, és a Jó barátok mellett más sorozatok is voltak, és vannak a tévében, tehát nem, ennek ez az alap ötlete, hogy 6 barát 20 éves korukban próbálják megtalálni a szerelmet. Ezt nem lehetett volna elvinni odáig, hogy boldog házasságban 4 gyermeket nevelnek, mert ez már egy másik. Jó, de 220-valahány. Nem, mert ez egy másik sorozat. Akkor nem jó, de 90 órában belefért volna egy picit több. Jó, de annyiban, de végül is elviszik, tehát összeházasodik a Mónika és a Chandler, és utalás történik rá, hogy a Rachel és a Ross is össze fog házasodni, és a Joey című utósorozatba, ahol Joey válik a főhősé, ott el is hangzik, hogy az összes barátom már összeházasodott. Nekem az a problémám, én értem, hogy ez egy szitkom, de hogy hol vannak a nagyszülők, hol vannak a, mert hogy tuti, hogy egy 25 éves fiatalnak még él kb. Egy-két nagyszülője. Hol vannak a betegek, az öregek, a haldoklók? Ez, én főleg azok tükrében teszem föl ezt a kérdést, hogy az egyik ilyen vókos szöveg ezt a tételmondatot írja ki, hogy a sokszínűség hiánya a 10 évadon belül megbocsáthatatlan és kínos. Még a család témára visszatérve, abban a korszakban tele volt a tévé tökéletes amerikai családokra alapozott szitkomokkal. Tehát éppen azért csináltak egy olyan sorozatot, aminek más volt az alapötlete. És a te kérdéseid, Randall, azok sokkal jobbak, amiket most feltető, hogy hol van, igen, ezekkel a alapvető. De az is fontos kérdés, amit te felvetettél, hogy a munka. Munka. Te persze. De nem erre húzták fel. Egyébként jó, a vége fele már elkezdtek ezek megjelenni, de valóban halállal nem. Talán valakinek a nagymamáját eltemették valamilyen részben. Hét halál van, tehát a body count az 7. Biztos, hogy egy állat meghalt. Jó, igen. Itt elkezdhetünk számolni, hogy nyilván egészen más az amerikai minta, mint ez a Northeastern Egyesült Államoknak a mintája, hogy mit tudom én, a 6-ból 2-3-nak európainak kéne lenni, mondjuk az egy olasz az rendben van, kéne egy fekete, meg egy zsidó. Egyébként zsidó itt, itt három, sőt három van. Igen, ha meg a... Ja, a Rachel karakter is. Igen, kreatúrokat is beleszámolod, akkor még több. Aha. Igen, de most a... És akkor itt említettétek a... Én engem például nem értettem, a 6 közül ki az a 2-3 protestáns, ki az az 1 katolikus, és ki a 2 vallás. De van egy katolikus Joey, csak nem gyakorolja. Egyébként egyik ő se gyakorolja a vallást. Vallás egyáltalán nem kerül szóba. És ez lehet, hogy jó is. Tehát ez egy kívosan kerülték, igen, a vallásra. Na aztán hogy azon ne csinálj bele akkor, a munkát. Szok... De ez meg egyébként is, tehát az erkölcsi... De a származási kérdésekről sem beszéltek. Tehát azt sem hangzik el, hogy a Geller család alapvetően egy zsidó család. Egyáltalán nem csak hát... Azért van egy-két utalás. Nagyon érdekes a zsidóság, ahogy megjelenik, mert mondtuk, hogy a 3 karakter a 6-ból és a 2 színész, de nagyon sok utalás van az ünnepekre, vagy a, hogy hívják azt a Trenderli, ugye ez a 4 oldalú pörgetjű, stb. És egyik zsidó magazinban írta az újságíró lány, hogy ünnepli annak a közösségnek szívét, humorát, különbségét, és még a neurotikusságát is. És itt nekünk eszünkbe jutnak a Woody Allen-féle filmeknek ez az önmarcangolása, ami szintén komikus, mint ahogy itt is. A kameókat is meg kell még említeni. Még annyi minden meg kéne. Igen, most én pletykákban nem megyek bele, főként azért, mert nem nagyon értek hozzá a Jó barátokat övező pletykákhoz, de hogy magában a stábban is járt XY-nal, meg szakítottak, stb. De hogy körülveszik őket ilyen volt pasik, meg leendő pasik, meg ex-barátnők, és azok meg is jelennek kameóként, Christina Applegate, Reese Witherspoon, Juliette Lewis, Brad Pitt, Julia Roberts, ők hát a való életben, tehát tehát ez Burbankben veszik föl, bocsánat, Kaliforniában, tehát ott Kaliforniában élő színészek járogatnak egymással, és érdekes, hogy ahogy így megismétli magát, tehát ami a való életben, az kerül a filmbe, illetve hogy a filmből is visszakerül a való életbe egy-két szerelmi szál. Számtalan sztár bejelentkezett egy kameóra ebbe a sorozatba, tehát hogy nem csak a aktuális partnereik, az már csak a habatortán volt, amikor Jennifer Aniston fantasztikus férje Brad Pitt is elvállalt egy kisebb kameót benne, de hát Gary Oldmantől kezdve Bruce Willis rengeteg szert, tehát hogy ez nem csak a szerelmi viszonyaikhoz kapcsolódott, hanem bármelyik nagyobb hollywoodi sztár hajlandó volt
elmenni oda. Sőt, hálás volt. Engem az a rész még érdekel, ami miatt támadták a sorozatot, hogy egyrészt cikizik mondjuk Mónikát amiatt, hogy valaha kövér volt, hogy Chandler szabadkozik, amiért melegnek nézhetik, illetve szégyenkezik úgy szintén Chandler, amiért az édesapja a transzvesztita, és van is egy ilyen jelenet, de bennem ott vannak a kérdések, hogy szabad-e cikizni bárkit a múltja miatt, szabad-e cikizni bárkit bármiért, nyilván a cikizésnél nem mindegy, hogy bántani akarom, vagy szeretettel teszem. Igen, ezt. De végső elszámolásban ezek nem számítanak, tehát ők maradnak egymás barátai, még a konstruktivizmust is behoznám, mint filozófiai irányzatot, és akkor itt egy 30 perces kitérő jön erről, nem, hanem a Jó barátok cím is arra utal, hogy aki fontos nekünk az életben, az nem a család, mondja ez a sorozat, ők csak a háttérben vannak, hanem mi konstruáljuk, mi hozzuk létre a saját családunkat, akikkel az életet leéljük, először ilyen közös lakásokban, az utolsó részben pedig fölsejlik, hogy mindenkinek van kulcsa ugye a friss házas pár lakásához, így ér véget a sorozat. Nem lehet, hogy az az alapja, hogy a barátság a szexi, a család meg nem az. Illetve más sorozatokban már eleget beszéltek a családról. Azért a Jó barátokban is megjelennek a szülők, de való igaz, hogy a fókusz... Karikatúra figurák. Karikatúra, de a fókusz a barátságon van. A címe is ez. Tehát ezt a szitkomot erre húzták fel. Uh-huh. Nem akartak beszélni az idős nagyszülők gondozásáról, betegek gondozásáról és egyéb nem tudom, családi problémákról. Ők a barátságról szerettek volna beszélni ebben a sorozatban. Ami még felszólító erejű, az a rugalmasság. Számtalanszor változtatnak munkahelyet, kirúgják őket, nem számít, újrakezdik, változtatnak foglalkozást. Sosincs anyagi problémájuk. Így van, és a párkapcsolataik is, tehát, hogy jön, megy, esetleg majd újra jön, volt egy kis megcsalás, de helyre lehet hozni. Egy ilyen nagy szabadság, egy rugalmasság szabadság árad párválasztásból is, meg munkaválasztásból is. Kicsit olyan a szerelmi életük, mint egy kollégiumban, ahol össze voltak zárva az emberek, és 18 évesen keresztbe kasul jártak egymással. Mindenki mindenkivel. Én még azon gondolkodom, hogy cigaretta ugye nincs a filmben. Minimálisan jelenik meg, mint egy bűn. Aha, drog sincs, alkohol módjával, illetve végig olyan, mint hogyha tudatmódosult állapotban lennének, és spiccesen, de mi csak a hatást látnánk. Jó barátok! David Crane, Martha Kaufman, Kevin Bright, 1994-2004. Három jó barát beszélgettünk erről. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Lévai Ildikó. Én pedig Szőnyi László Gyula. Még nem ért véget, hova mentek? Mert hogy kijöttünk a stúdióból, és nem bírunk magunkkal, csak jönnek a gondolatok, az élmények, lépcsőházi tűnődések. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez a sorozat a barátok erejére, a barátok összetartó erejére fókuszál. Ez nem azt jelenti, hogy ettől a család kevésbé fontosabb, hanem ennek ez a koncepciója. Például egy orvosi sorozat is csak az orvosokkal foglalkozik, a bányászok életével különösebben nem, pedig az is egy nagyon komoly társadalmi kérdés. Szabi, akarsz még majd mondani? Jó, vesz. Sem. A minap olvastam a hírt, hogy beperelte két 40 éves fiát az anyuka, hogy költözzenek már ki végre a Mama Hotelból. És a Jó barátok kapcsán is fölmerül, oké, ez nem Mama Hotel, de mégis egy limbo, egy átmeneti, ilyen szakkollégiumszerű vagy kollégiumszerű lakás, még nem a családi életük, de már nem otthon laknak, és sokszor van az emberben ez az indulat, hogy most már azért tessék elkezdeni az életeteket. Ez erről az évtizedről szól, a 20-as és 30-as évek között, amikor már el is kezdtük, de még nem igazán kezdtük el az életünket. Ismertem egy embert, aki a házassága előtt így beköltözött albérletbe. Fontos, hogy külön nemű fiatalokkal, és nagyon hasonló sztorikat mesélt nekem. Én is sikerrel beleszagoltam ebbe az albérletbe. Nagyon hasonló volt a jókedv, értek haza a munkából, és meséltek lelkendezve, örültek egymásnak, stb. És ott is voltak hasonló szerelmi kavarások, titkolózások, mint itt ebben, és emiatt újabb, hát vicces helyzetek.
dolgozó életem elején én is egy ilyen lakóközösségben éltem, ketten összeköltöztünk. Mit lányok, oda? Félig meddig a jó barátok inspirálta, de hát ez, tehát jó barátok nem talált fel újat, rengeteg film szól erről a kollégista évekről, illetve az együttlakásról. De igen, ez benne volt a fejünkben, és hasonló élményeink voltak. Egy nagyon jó időszak volt. Hát jó. Azon elgondolkodnék, hogy ugye már nem az anyánk meg az apánk van otthon, hanem azok az emberek, akiket szeretünk, akikkel jó együtt lenni, és aztán, hogyha jó esetben megtörténik a párkapcsolat, házasság, stb., és ott lesz a párunk, és már ő vár otthon bennünket, vagy mi őt, hát messze nem lesz ennyire mókás és izgalmas a párkapcsolat meg a monogám élet, mint ez az élet a barátainkkal, haverjainkkal. A párkapcsolat sokkal nagyobb téttel felelős, feladatokkal rendelkezik, mint egy ilyen egyszerű barátság, illetve ez a 20-as évek könnyedségéről szól, amikor még nincsenek ilyen nagyon, vagy legalábbis az elején nincsenek ilyen nagy tervek. De lehet, hogy azok a házasságok, amik ilyen barátsággal indultak, azok nagyobb arányban mennek széjjel, mert hogy van egy nosztalgia, milyen rohadt jó volt a barátaimmal, és hogy ehhez képest vele mennyire unalmas az életem. Azt hittem, hogy fordítva mondom, nem. Mert ez egy én jó is. Alapozás is lehet, egy több éves barátság, meg megbocsátás, meg veled is, nélküled is, és utána meg föllobbanunk és elköteleződünk. Hát ez nagyon szépen hangzik. Meg a valóságban nem az van, hogy az egyetemi évek alatt mindenki egyébként fiatal közösségben vesz részt, legyen a sportközösség, vallási közösség, vagy kollégiumi közösség, vagy egy parti közösség. Ökumenikus közösség. Vagy egy ökumenikus közösség. A legjobb. És akkor utána elkezd dolgozni, megházasodni, születnek a gyerekek, pelenkázni kell, beszűkül az élet. Akárhogy éltél, ha együtt laktál valakivel, ha nem, családot alapítasz, az egy másik életforma. Jó, csak ez olyan, mintha a napom úgy indulna, az élet úgy kezdődne, tehát úgy indulna a napom, hogy reggel megiszom a kapucsinót, kiülök a kertbe, elszívok egy cigarettát, és aztán zajlik a többi, és rájövök, hogy a napom legjobb része az a reggel volt. Tehát én valami ilyesmi veszélyt látok ebben az életformában. Ezt azért nagyon helyén kell kezelni, ezt a korszakot. A fiatalságunkat? A fiatalságunkat. Az biztosan. Jó, de mintha lassan eljutnánk, túl jó. Hogy és én még habozok, hogy akkor ez a mennyország, vagy ez egy álország, azért valljuk be őszintén, hogy egy emberrel is nehéz együtt élni, tehát hogy most akkor kisúrolja ki a kádat, és milyen gyakran, két hetente, vagy három havonta, és itt nincsenek, gondoljátok el hat embert, jó, nem teljesen laknak jó, együtt, de állandóan egymás nyakán vannak, mi lenne a állandó téma, az, hogy miért nem vásároltál be, miért hagytad itt a szmötyit a mosogatás után. Kinek az oknia ez itt? Ilyen borzalmas, persze ők eldöntötték, hogy viszálymentes végjáték, és én csak dicsérni tudom ezt. A való életben ez azért ritkán működik két ember között is, hat ember között még sosem működött. Ha hazajön buliból részegen és üvöltözik, vagy legalábbis hangosan pakol, a WC-t nem takarítja fel maga után, igen, kieszi a hűtőt. Még egy nagyon fontos kérdés. Hogy lehet, hogy a kávézóban mindig üres a legkényelmesebb kanapé? Egyébként van egy kényelmes. Ez egy franchise kávézó lett, azt akartad mindig mondani? Mindig nem. Üres. És bocsánat, még egy gondolat. Vigyázz, elmegy egy villamos. Jaj. Szóval még egy gondolat. Egy kanapén ülnek mindannyian, és valaki mindig a karfán kifacsart pozícióba, a világ legkényelmetlenebb pozíciójába, de ők továbbra is boldogan isszák a kapucsinót, sosem mondják azt, hogy húzódj arrébb. Azon a kanapén szokás egyébként megkérni párodnak a kezét, hogyha te is ott kérted meg az összes párodnak. Így van, mind a 15 házasságon. Itt rontottam el. Na jó van, sziasztok! Mondjam. Karakterfejlődések nagyon érdekesek ebben a sorozatban. Vannak, akik tényleg haladnak az élettel, lásd Rachel vagy Ross. Ugye ők a saját traumáik útján azért valamit fejlődnek. De ott van például Joey, aki egyáltalán nem fejlődik semmilyen irányban, ő a single csajozós örökké. Illetve ami még nagyon érdekes, hogy a sorozat legelején, az első évadban minden karakter még viszonylag egy normális, átlag ember. De utána a legkomikusabb, legneurotikusabb tulajdonságaikat felerősítve, itt bebetonozzák őket egy ilyen komikus karakterré. Lásd Joey, aki az elején egy viszonylag értelmes csávó volt, és a végére egy ilyen bamba komikus karakterré vált, aki semmilyen irányba soha nem haladt, és tényleg csak a comic relief, a komédiai megkönnyebbülés miatt volt ott.
De mintha a szerzők meghallották volna a szavadat, és a Joey folytatásban ott változtatnak, csavarnak rajta egyet, és a rossz irányba valószínűleg, tehát ott már nem csajozik, meg nem hívja el a nőket, mintha az erejét elvesztette volna, és egy ilyen tragikus, önsajnáló hőssé válik, aztán két évad után azt el is kaszálják. Egyébként érdekes, hogy tényleg kialakultak fogalmak még a magyar nyelvben is ebből a sorozatból. Például az egyik, hogy a Joey, nekem is vannak ilyen baráti körökben, mondjuk házas pár már van gyerekük, és akkor van egy férfi szingli barát, akinek sosem volt csaja, és kicsit ő a Joey karakter a társaságban, és akkor van is ilyen, hogy ilyen... Én tudom, hogy a te baráti társaságban van ki a Joey. Igen, és nem te vagy az, Gyula. És van is ilyen, hogy most például a házas pár gondolkozik házvásárláson Budapesten kívül, és akkor kérdeztük, hogy de hogy fogunk átjárni, és ugyan már a magyar Joey-nak lesz szobája, a Joey szobája, mert ugye a sorozatban is elhangzik, hogy amikor Rachel, és, nem bocsánat, Chandler és Monica elköltöznek, hogy majd lesz Joey-nak szobája a házban. És ez ugyanígy ez a fordulat megvan például nekem egy baráti körbe, hogy a szingli barátoknak majd lesz egy ilyen Joey szobája. Jó, de ez két külön típus, az a Joey, akinek az nem is Joey, akinek sose volt csaja, sem volt, tehát hogy egy éjszakás nem, és a mi filmünk Joey-ja, aki tele van nővel, tehát ő volt a legtöbbször nővel a sorozatban, csak ezek nem tartanak ugye két és fél napnál tovább. Igazából sosem volt szándék a normális párkapcsolatot felépíteni. Igen. Innentől kezdve mindegy, hogy van szexuális élete vagy nincsen, mert mint párkapcsolat ő nem jelenik meg nem ebben működik. A sorozatban. Egyáltalán nincs pár, egyetlen párkapcsolata van, amikor Rachel-el megpróbálnak összejönni. Amit nem is értem, hogy miért írtak bele.